Kerékpárral jöttek át az asszonyok a barabási határállomáson. Ők nem menekültek, csak családtagjaik élnek a szomszédos, de már kárpátaljai mezőkasszonyban. Autó csak elvétve kell át a határon. Pedig egy évvel ezelőtt naponta 5-600 menekült és menedéket kért itt. A település polgármestere azt mondta, a határállomáson kevesen, ellenben a zöld határon sokan jönnek most is. Nagyon kevesen jönnek, tehát maga a segítségkúton nagyon kevés ember jön be, ugye menekültek jönnek, nagyon sok csonka, tehát olyan család van, ahol a nők, gyerekek még kint Ukrajnában vannak, illetve a férfiak azok itt a környéken vannak elszállásolva, hozzájuk jönnek folyamatosan a családtagok. De igazán menekültek most a zöld határ, inkább a zöld határon jönnek folyamatosan emberek, szinte minden nap van begyűjtés, tehát a zöld határól fiatal férfiak, akik nem szeretnének háborúba menni, ugye kint folyamatosan megy a toborzás, és azt látjuk, hogy többen átjönnek. Három nyelven van kiírva a segítségpont a kerítésre. Ide várják azokat, akik a háború elől menekülnek. A zöld határon azok érkeznek Magyarországra, akik hivatalosan nem jöhetnének a katonai szolgálat miatt, de mégsem akarnak a frontra menni. Most teljesen üres a segítségpont. Az ágyak, a székek itt vannak, bármikor képesek a menekülteket befogadni, de csak nagyon kevesen kérnek segítséget a helyben működő katolikus karitásztól. Jelen helyzetben visszaesett a menekülteknek a száma. Szerencsére mindenkinek tudunk segíteni, ha határól beszállítjuk őket ide a segélyközpontba. Itt élelmet kapnak, teát, egy rövid regisztráció után segítünk nekik a továbbutazásba Budapestre, vagy akár külföldre is. Inkább azt vették észre a faluban, hogy sok ukrán család házat vásárol azért, hogy innen gyorsan át tudjanak menni Ukrajnába, hogy a család ott maradt férfi tagjával tartsák a kapcsolatot. Gyakorlatilag Barabásban nincs eladó ingatlan, ami ingatlan, tehát idősödik a falu, ahonnan kihalnak, ahonnan meghalnak az idősek, eladóvá kerül, azonnal szinte pár napon belül elkelnek az ingatlanok. Ugye nagyon sokan költöznek át, látják azt, hogy nem lesz itt a háborúk nagyon hamar vége, és akkor ezek a családok próbálnak itt, tehát itt a határ közelében összejönni, hogy tudják a kapcsolatot tartani. A kevés menedékkérő ellenére a segélyszervezet és a helyi önkormányzat fenntartja a segítségpontot. Ha valaki támogatni szeretné őket, akkor elsősorban pénzzel tudja a segélyvonalon keresztül.